hallotta rögtön az első ilyen Quality Services, hogy felismerte ugye az arcot, és bejelentkeztünk, most már a legtöbb ilyen okostelefon, meg tablet most már tudja. Szuper. Jó. Reteziri Hárd vagyok, adat és mesterséges intelligencia szakértő a Microsoftnál. Először csak egy-két kérdésem lenne, hogy tudjam, hogy ki milyen tudásra jött ide, abba segítsetek kérek, hogy egy szíves emelje fel a kezét, aki machine learning modelleket épített már, vagy próbált építeni. Szuper, néhány ember, nagyon jó. Pythonban programoztatok-e már? Az több ember, nagyon szuper. Machine learning modellből került, Azure-t használtatok-e már felvisel? Nagyon szuper. Azure-ban, és ez a ígér az utolsó kérdés, Azure-ban machine learning szolgáltatást hoztatok-e már létre? Egy-két ember. Szuper, jó, oké, nagyon köszönöm, ezzel nagyjából így képbe kerültem, hogy milyen tudással rendelkeztek itt. Miről is lesz szó? Kicsit beszélünk az AI-ról, hogy milyen machine learning szolgáltatások, milyen Azure-ban milyen elérhető machine learning szervisek vannak. A neurális hálóknak az elméletéről röviden, hogyan kell modellt építeni az Azure-ban, milyen egyéb, milyen kognitív szolgáltatások vannak, és azonban egy példán bemutatta például a bot szolgáltatást az Azure-ban, és akkor a végén lesznek a kérdések. Nagyon ismételni nem szeretném meg Ábornál előtte a mesterséges intelligencia, meg intelligencia fogalmát, de mégiscsak annyit erről, hogy mit értünk így intelligencia alatt, és az, hogy bizonyos tudást, készségeket el tudunk sajátítani, és azokat alkalmazni tudjuk problémák megoldásával, esetleg absztrakt módon is tudunk gondolkodni, és új problémákat megoldani, és ehhez képest ahhoz úgy alterálni a környezetünket, hogy ezeket megoldjuk és átugorjuk. Mit értünk mesterséges intelligencia alatt? Ugye ez egy nagyon tág témakör, onnantól kezdve, hogy tudunk objektumokat detektálni, felismerni, nyelveket érzékelni, felismerni, áttranszformálni, átalakítani, lefordítani egy másik nyelvre, hallani. Tehát rengeteg különböző dolog, illetve tudunk előrejelzni, adatok alapján következtetéseket lehozni, illetve egyébként másfajta különböző historikus adatok alapján újszerű következtetésekre jutni. De ez a mesterséges intelligencián belül a machine learning az egy részhalmaz, ugye a gépi tanulás, illetve az adatbányászat, a data mining az egy külön terület, az, hogyha vannak, ahogy mondtam, historikus adatok, és azok alapján akarunk mondjuk előrejelezni, prediktálni valamit, csoportosítani, rendszerezni, esetleg anomáliákat, rendellenességeket észrevenni egy mintázatban, ez a machine learning, és ezen belül van a neurális hálók, a deep learning, a machine learningből úgynevezett deep learninget, mély tanulást nevezünk annak, ami sokkal komplexebb feladatköröknek a megoldását kell, hogy megoldja, tehát sokkal problémák, komplexebb kérdésköröket kell megoldani. Ilyen például a képi felismerés, a képeken lévő különböző objektumok, adott esetben egy képen lévő írásnak a felismerése és detektálása, videó streaming analitika, hogy egy folyamatosan videó alatt ismerjen fel különböző dolgokat és hozzon abból következtetéseket, és számos más egyéb. Csak egy ábrázolása, hogy ez egy végtelen hatalmas nagy terület, és annak egy kis szegmensébe fogunk most belekóstolni. Még egy gondolat, hogy ugye itt a 21. században és a mostani fejlődő technológiákkal, a felhővel, az adattárolási technológiáknak a fejlesztésével, az okos eszközök, meg az IoT, ugye dolgok internete, Internet of Things előretörésével nagyon előrött ez a pillanat, hogy már ilyen alkalmazásokat, ilyen modelleket tudunk építeni, viszont még mindig ennek a úgynevezett utazásnak, journey-nek az elején járunk, tehát itt még itt vagyunk a látható az időskála, meg az eredmények, tehát ez most van még mindig csak igazán születőben is törünk előre, és az a AGI, vagy AGI, vagy az ASI, ACASI, amit láthatok itt, az a Artificial General Intelligence, illetve az Artificial Superior Intelligence, amit jelent. Ha eljutunk addig a pontig, ami az AGI, tehát az Artificial General Intelligence, tehát akkor általánosan elérhető lesz a mesterséges intelligencia. Ez egy szubjektív kérdés, hogy mit értünk feltétlenül alatta, vagy hogy definiáljuk. Én ezt úgy értelmezem, hogy akkor, amikor így a háztartásokban, a társadalomban már teljesen hétköznapi lesz, hogy mindenhol okos eszközöket használunk, és esetleg olyan különböző okos modelleket, amik egymással is tudnak kommunikálni. Nyilván nagyon közel járunk ahhoz, hogy legtöbb háztartásban, meg össztársadalmi szinten ilyenek legyenek a világban.
Ugye az lesz még egy nagyon érdekes dolog, hogyha ezek nem silószerű dolgok lesznek, tehát nem az az, hogy én lefejlesztek egy modellt, és annak van egy eredménye, és prediktál valamit, nagyon örülök neki, hanem az, hogyha az az eredmény, az a predikció, az egyébként mondjuk egy másik modellnek már az inputja lesz, és az szolgál egy további elemzésnek, és így tovább egy láncolatot alkotva, az még tovább teszed, és így lesz még okosabbak az eszközeink, így lesznek még okosabbak ezek a modellek. És úgy megyünk tovább az ASI felé, ami az Artificial Superior Intelligence, ami még már lehet ilyen témákról beszélni, mint a preventív maintenance, amikor már tudjuk előre, hogy valami el fog romlani, és automatikusan mondjuk megrendeli ahhoz az eszközhöz a új berendezést, és teljesen automatizálva van minden adott esetben. Röviden Microsoft Machine Learning adott csísítát, hogy hány különböző machine learning modell és feladat és típus van. Ez tényleg csak egy röviden mutatóban, vagy ez csak egy fő kategóriára, jóval több érhető el. Ugye fő gépi tanulásos, mesterséges intelligencia modellek és algoritmusok a regresszió, amikor lineáris vagy logisztikus regresszió, akkor prediktálni szeretnénk egy értéket, hogy mennyi biciklit fognak kölcsönözni adott esetben, mennyi mekkora lesz a hőmérséklet a következő napon kis tudjuk adott alapadatok alapján. Van osztályozás például, erre volt egy jó példa, hogy például repülőtéren nézzük meg, hogy a járatok azok hogy, milyen desztinációkból mennek, milyen légitársaság, mennyi idő alatt tett meg, és akkor prediktálni azt, hogy a következő járat az útvonalon mondjuk az késni fog-e, vagy nem. Ez egy például egy ilyen osztályozós feladat. Anomália detekció, mondtam, tegyük fel, hogy van egy berendezés, és akkor annak vannak különböző paraméterei, és vannak szenzorok rajta, amivel ezeket le tudjuk kérdezni, és abból jeleket kapunk, de elkezd mondjuk valami anomália rendellenesség megjelenni a jelbe. Ugye korábban erre már vannak berendezések, amik mondjuk min-max érték közé tudják szorítani, hogyha bizonyos határértéken felül vagy alul van egy érték, akkor küld egy jelet, erre már vannak bőven technológiák, de arra nagyon sok berendezés még mindig nem ér képes, hogy a min-max érték között van valami rendellenesség, vagy valami betörő, azt érzékelje. A machine learning segítségével erre is képesek lehetünk, és ha elkezd mondjuk szépen lassan túlmelegen egy berendezés, volt a Microsoftnak egyébként egy projekt, egy Coca-Cola-s ilyen italüdítő automatákkal kapcsolatban, hogy nagyon sok Kaliforniában, azt hiszem, nagyon sok üdítő italautomat elromlott, és kellett erre egy modell, hogy ezt mondjam. És kiderült, hogy mielőtt becrashálnak ezek a üdítő automaták, szépen lassan elkezdenek melegedni, mielőtt teljesen leállnak, és ezt már így lehetett jelezni egy modell segítségével, és már ki lehetett hívni a szerelőket az előtt, mielőtt ténylegesen elromlott volna az italautomata. Ez egy példa. Igen, klaszterezés, ez mondjuk télben, tehát Kiskerben egy nagyon jó példa, hogy tegyük fel, van rengeteg törzsvásárlom, és mondjuk célzottan szeretnék marketing kampányokat indítani, vagy pedig kiajánlani különböző kuponokat, de rengeteg adat meg információ van, csak azt tudom, hogy mondjuk hogy bizonyos logika alapján, nem mondom meg a gépnek, hogy milyen modellnek, hogy milyen logika alapján, bizonyos logika alapján rendszerezze és klaszterezze ezeket a törzsvásárlókat, és azt mondom, hogy csináljon három csoportot, hogy valamilyen logika alapján csinálj. Tehát nekem azt kell eldöntenem, hogy növelem a klaszterek számát, vagy csökkentem a klaszterek számát. Tehát lehet, hogy ugye itt egy ilyen játék van, hogy ha túl sok klaszter számot adok meg, azt mondom, mondjuk 8 klaszter, akkor értelmezhetetlen dolgok jönnek ki, de akkor meg, hogyha alacsony klaszter számot adok meg, akkor meg lehet, hogy túl általános igazságok jönnek ki. Tehát itt van ebben egy játék, meg paraméterezési lehetőség, de az erre jó alapvetően. Nagyon rövid ábra arról, hogy a klasszikus programozás az miről szólt. A klasszikus programozás arról szólt, hogy írtam egy algoritmust, voltak valamilyen szintű input adataim, és akkor kaptam valamilyen eredményt vagy választ. A machine learning világ az egy kicsit másról szól. Itt arról szól, hogy vannak historikus adataim, megvannak ezekre a válaszok, tehát tegyük fel, tudom, hogy az elmúlt 2 évben hány adott hónapban, adott órában hány biciklit kölcsönöztek ki, és megvannak ezek az input adatok, de ebből lesz egy algoritmusom a végén, ami prediktálni tudja, hogy a következő nap vagy a következő hónapban hány biciklit fognak adott időszakaszban vagy napszakban kölcsönözni. Tehát ez egy másfajta logika ezzel kapcsolatban. Tehát van adatom, és a végén kapok egy modellt ezáltal. És igen, tehát ezt lehet egy kicsit ilyen blackbox-osan is megfogalmazni, tehát van adatom,
csinálok olyan tudományos dolgokat, és modellt kapunk a végén. Igen. Viszont voltak bizonyos, tehát ez a gépi tanulás, meg a machine learning azért nem egy új keletű dolog a szempontból, az adatbányászat, meg a statisztikai, ugye mindennek az alapja valamilyen szinten a statisztika ebben, hogy ezért elkezdték ebbre programnyelveket csinálni, megszületett az R, a korábbi elődje az első, az 1960-as években. Két problémája volt ennek. Egyrészt az adattárolási meg adatfeldolgozási technológiák nem jártak olyan élen, hogy képesek legyenek több millió soros adaton végigfutni ezek a statisztikai függvények, illetve volt egy probléma, hogy a különböző tudósok, vagy adattudósok, data scientistek silókban tudtak dolgozni. Van viszont valami, ami most már rendelkezésre áll, olyan eszközök, meg olyan platformok, amiben csapatba tudnak dolgozni, és ez akár lehet földrajzi helytől független is, tehát lehet az, hogy a világ két másik pontján, virtuális csapatokban, és együtt tudnak dolgozni adattudósok, hogy egy adott problémát megoldjanak. És erre például a Felhő, a Microsoft Azure többek között erre nagyon jó lehetőségeket nyújt. És a Azure Machine Learning Service, meg a Microsoft Azure-nak a Machine Learning szolgáltatásai ezt biztosítják különböző módokon. Ezeket a módokat láthatjátok itt. Tehát ugye mindennek az alapja, és a legtöbb machine learning, szinte kivétel nélkül mindegyik machine learning modellnek az alapja open source technológiákon nyugszik. Hogyha még visszaemlékeztek, amikor 5-6-7-8 éve ezelőtt, akkor még olyan világot éltünk, ahol mindegyik gyártó, a Microsoft, az Apple a saját kis megoldásait fejleszgette, de mindegyik gyártó belátta, és a Microsoft is 2-3 évvel ezelőtt, hogy az open source fejlesztések, meg főleg ebben a világban előre haladottak, és támogatni kell ezeket az open source megoldásokat, és együttműködni, és inkább szupportálni, és így még tovább, még jobb eredményeket lehet elérni közösen kollaborációval. Tehát például, amit a felső sorban láthattok, tehát előre betanított modellek, pre-trained modell, a Microsoft nagyon erős a kognitív szolgáltatásokban, nagyon előre haladott. Ezek mind olyan dolgok egyébként, hogyha egy rövid kutatással ki tudjátok ki googlozni, Stack Overflow-n, egyéb Wikipedia-n, egyéb dolgokon, erre mind a módszertan, hogy épülnek ezek fel. Ha lenne annyi időtök, ti magatok is meg tudnátok építeni ezeket a modelleket, illetve lehet, hogy adott esetben egy más specializált területre customizálni, vagy még akár jobbat is építeni, mint amit változott, nem tudom. De hogy miért is tennétek ezt, hogy ha már egyébként nagyon sok Microsoft is van egy Microsoft Research Labs, egy ilyen kutatóintézete, ahol nagyon sok tehetséges meg tudós az ezzel foglalkozott, és ezek a pre-trained modellek már ott vannak, ahogy a Gábornál is láthattátok, a Custom Vision oldalnál, vagy az, hogy a telefonon, okostelefonon van egy alkalmazás, ami egyébként rá irányítom a kamerát és szövegre, és felismeri már a szövegeket, ezek már rendelkezésre állnak. Tehát, hogyha van egy probléma, amit meg szeretnétek oldani, akkor nem kell nulláról elindulni, bár elindulhatok nulláról is, de rendelkezésre állnak ezek a különböző előre legyártott, előre betanított modellek. Viszont nyilván nem minden problémára, és nagyon sok specializált probléma van, amire nincs megoldás, hiszen nagyon sok fajta terület van. Ezért, hogyha mondjuk ilyen nagyon komplex problémákat szeretnénk megoldani, ami nagyon komplex, mondjuk képfelismerés, képfeldolgozó, videófelismerés, videófeldolgozó problémák, arra vannak, itt a második sorban láthatjátok, olyan jó framework, olyan deep learning megoldások, mint a PyTorch, TensorFlow, ONNX, MXNet, tehát amikkel tudtok adott esetben dolgozni. Ez mind olyan, amit itt látok, amit az Azure Machine Learning-ben meg tudtok tenni, mert szupportálja, támogatja, Microsoft ezeket a megoldásokat. Igen, a produktív szolgáltatások, egy kicsit visszautalva arra, amit az előbb mondtam, a produktív szolgáltatások, ezek azok a platformok, az Azure Databricks, az Azure Machine Learning Services, vagy pedig a, itt most Machine Learning VM, vagy Data Science VM-nek is hívták korábban, ezek olyan platform, ez a service, tehát platform szolgáltatások az Azure-ban, ahol csapatként tudtok együttműködni. Egy platformot ad, ahol van jogosultságkezelés, biztonság, autentikáció, együtt lehet, van verziókezelés, különböző mappa-rendszereket lehet létrehozni, és akkor együtt tudtok dolgozni, projekteket definiálni. Tehát ez a produktív környezetei, amik most elérhetőek az Azure-ban. És
Ugye lehet, hogy van egy egyszerű probléma, ahol nagyjából főleg textalapú adatokat dolgoztok be, de előfordulhat, ugye a big data világában struktúrált és nem struktúrált adatokról beszélünk, tehát a nem struktúrált adatok az ilyen audiofájlok, képek, videók, ahol komolyabb számítási kapacitások vannak. Tehát az Azure-ban, ugye az egy nagyszerű dolog a felhőben, hogy kölcsön tudtok venni számítási kapacitásokat, és úgymond, hogyha nem csak sima Texon, ha sima Texon, akkor CPU-t is használtok, fogyasztatok, de hogyha komolyabb feldolgozási kapacitás van, akkor GPU-t vagy FPGA-t is fel lehet használni. Ezek már jóval komolyabb technológiák, amik nagy erős számítási kapacitásokat is elbírnak. Igen, és ez nagyon új dolog az, hogy nem elég az, hogy megvan a modelled, megvan a probléma, megvan a predikció, nem elég az, hogy csapatban is dolgoztok, hanem megvan a modell, és akkor mi van? Tehát akkor valamit kell azzal kezdeni, valahol szállíthatóvá kell tenni, valahol azt futtatni szeretnénk valamilyen környezetbe, és egy-két éve jött be a konténerizációnak világa, a Docker konténerek, Kubernetes technológia, amivel be lehet csomagolni egy image file-ba ezeket a modelleket, és szállíthatóvá válnak, ezáltal lehet futtatni, ha van olyan biztonsági előírás, hogy abban a környezetben nem lehet felhő, hanem csak on-premise, akkor on-premise környezetben, tehát a földi környezetben is lehet azokat futtatni, maradhat a felhőben, másik erőforrásokon van. Vagy ugye vannak már okos eszközök, például ezek az úgynevezett edge device-oknak hívjuk, ezek az IoT okos eszközök, például egy drón, egy okos kamera, gondoltam, ami szeretnék, bármi, egy okos robotkutya, nem tudom, bármi, ahova le lehet deployálni ezeket a modelleket, és akkor az hajtsák. Tehát ami az előző példa volt, a Gábornál elképzelhető az, hogy vannak villamos vezetékek, hálózatok, és egy példa az, hogy ahogy kiküldjük mondjuk a karbantartó munkatársat, hogy az egyes évvel nézze végig, hogy minden rendben van-e, történt-e a probléma, kell-e valahol javítani, de meg lehet azt csinálni, hogy van egy drón, kiküldöm a drónt, van mondjuk 4K-s felvételre képes, végigveszi a villamos vezetéket, hálózatot, és akkor, hogyha fontosan közvetíti az adatot, és akkor, hogyha a képfeldolgozó, videófeldolgozó érzékelő, hogy valami rendellenesség van, akkor az automatikusan triggerel valamilyen akciót, és akkor jelezi, hogy hoppá, egy probléma, és akkor mondjuk a karbantartó munkatárs célzottan csak direkt oda, akkor oda megy, és akkor rendbe teszi azt, ami elromlott. Ez egy példa volt erre. Jó, tehát ez a kép itt, ez a slide, ez azt akarja mutatni nektek, hogy mennyi különböző lehetőség van, és mennyi különböző opció akkor, hogyha machine learning-gel szeretnétek foglalkozni az Azure-ban. Itt ez egy ilyen ijesztő slide, ez tényleg azt akarja mutatni, hogy attól függően, hogy milyen problémát szeretnénk meg, ezek egy sokkal hosszabb és ilyen hatalmas slide, és szerete van ráadásul kiragadva, tehát attól függően, hogy milyen problémát szeretnénk megoldani, mivel szeretnénk foglalkozni, annyi különböző jobb oldalt, annyi különböző szolgáltatás van és érhető el az Azure-ban. Most így ezt nem olvasom végig így ettől egyig. Van-e kérdés eddig, hogy pillanat, hogyha esetleg van, akkor szívesen meghallgatom, de majd a végén is visszatérve köszönöm. Data Science Life Cycle. Igen. Mi van még, milyen aspektus van még a machine learning modell tervezésben, amivel nem foglalkoztunk, az az, hogy ugye, hogyha létrehozunk egy modellt, annak lesz egy bizonyos pontossága, 85% mondjuk. De ha az a pontosság megvan, akkor utána általában azzal kezdünk valamit, valami akciót fogunk végrehajtani, és ugye befolyásoljuk kvázi utána a dolgokat, tehát lehet, hogy megváltoznak bizonyos üzleti folyamatok, bizonyos akciók, cselekvések, cserébe változnak az adatok is, és ahogy gyűlnek tovább az adatok, lehet, hogy javul, de lehet, hogy egy idővel romlik a modellnek a pontossága. Tehát intjunk be az a life cycle, hogy egy idő után javítani kell a modelleket, vissza kell menni, kicsit módosítani kell rajta, állítgatni a paramétereket, tehát ez egy iteratív folyamat, amit újra és újra végig kell hajtani, és nyilván vannak új üzleti igények is felmerülnek, és új megoldásokat is kell kínálni erre. Jó. És itt vannak a fő lépések egy Azure Machine Learning Service-ben. Fő szempontok az, hogyha először megvannak az adatok, azokat elő kell készíteni, adattisztítás, duplikációk eltüntetése, adattranszformációk, egyéb dolgok, ez a data preparation, az adat előkészítési rész.
A következő pedig a kísérletezgetés. Ugye nem lesz olyan, hogy megkapjátok az adatokat, olyan sem lesz, hogy ha megkapjátok az adatokat, akkor az egyből tökéletes minőségben áll rendelkezésre, hanem általában muszáj és kénytelenek voltok valami adatticitási műveleteket elvégezni. Ha kísérlet elején kitaláltok, hogy lineáris regressziós modellt szeretnétek csinálni, akkor szinte biztos, hogy az első modell, ami az első predikciót megadja, az nem, hogy 90 vagy 80% lesz, de örültök, hogyha mondjuk 65% lesz, mert elsőre ez egy kísérletezési, tulajdonképpen ilyen kutatásfejlesztési feladat. Meg kell nézni az első modell, milyen eredményt ad, utána lehet, hogy szükség van még további adatokra, vagy más faktorokat kell alkalmazni, vagy különböző más paraméterezési lehetőségeket kell vizsgálgatni. Tehát ez egy kísérletezési fázis. Itt kell tenni a modellt. Akkor, hogyha megvan a modell, ugye lehet, hogy be kell tenni a historikus adatokon, tesztelni bizonyos tesztadatokon. Ezt követően van egy úgynevezett Model Registry az Azure Machine Learning Services-ben, ahol lehet tárolni a megfelelő modelleket, utána image-et, egy képfájlt lehet alkotni belőle, ebből lesz a konténerizáció, és ezt követően lehet deployálni a megfelelő cél helyre, ahol azt szeretnénk, hogy fusson a modell, amikor már betanítottuk megfelelő módon. Kicsit csalóka az ábra olyan szempontból, hogy nagyon jól néz ki az, hogy itt ilyen vékony prepare rész van, ekkora experiment és ekkora deploya. Igaz erre a 80-20-as szabály, hogy azért az adatelőkészítés, adattisztítás, adatok begyűjtése, az üzleti problémának a megértése, ezek az adatoknak, magának az adatoknak a megértése általában azt teszi ki egy ilyen modell készítésnek a legnagyobb idejét. Az a experiment, a kísérletezgetés, meg a deployálás, a fun része a dolognak az általában az inkább a 20%. Tehát nyilván nagyon sok munka van azzal, hogy egy jó modellt létre lehessen hozni. Azure Machine Learning Studio, ez egy másik szolgáltatásunk az Azure-ban. Ezt azoknak ajánlom, és itt úgy látom, vannak többen között, akik még érdeklődnek a téma iránt, de még nem annyira vannak tisztában akár az elméleti alapjaival, vagy a programnyelvekkel, amik ezt elérhetővé teszik. Tehát ezt ingyenesen ki tudjátok próbálni. Az Azure Machine Learning Studio, a felnek is egy ilyen szép vizuális felületen, ilyen modulokkal, drag and drop módszerrel, tehát oda lehet húzolni, ezeket össze lehet kötözgetni, tudtok modelleket felépíteni, illetve minden ilyen esetben, minden ilyen platformon, ahogy ennél is, vannak előre elkészített példák és minták, amit kipróbálhattok. Tehát van például ilyen biztosítási példa, ott vannak a repülőgépes példáink, a bicikli kölcsönzési példáink, azt meg lehet nézni és találni, és akkor lesznek ilyen modulok, ahol nagyjából úgy épül fel, hogy a legtetején beimportáljuk az adatokat, utána valamit kezdünk vele, ott lesz a különböző adattranszformációk végrehajtása, behúzunk egy modellt, itt van egy két osztály, ez a Two Class Boosted Decision Tree, tehát egy döntési fát húzunk be, elosztjuk az adatokat, szkóroljuk a modellt, értékeljük, és végén kiértékeljük a modellt, tehát különböző modulokat húzunk be. Ez arra jó, hogyha még belekóstoltok ebbe az egészbe, akkor kipróbáljátok, hogy hogyan is épül fel egy modell, és utána, hogyha részletesebben szeretnétek ezzel foglalkozni, és jobban belenyúlni több paraméterezési lehetőséget, akkor érdemes elmenni a sokkal kódolásosabb irányba. Végül pedig vannak ugye a kognitív szolgáltatások, ebből már láthattátok a Custom Vision-t, tehát vannak ezek az előre legyártott, betanított modellek, amikre a Microsoft már különböző weboldalakon, meg platformokat biztosít, hogy egyből ki lehessen próbálni őket, legyen az akkor gépilátás, beszédfelismerés, nyelvfelismerés, a különböző keresés, meg absztrakt elvont gondolatoknak a kinyerése a webről, vagy egyéb helyekről, egyéb fajta dolgokat. Talán a speech, az a beszélgetés, meg a language az nagyon érdekes lehet. Lehet olyan, hogy ezek különböző algoritmusok, mert különböző logikát igényelnek. Van olyan, ami beszédből gyárt írott dokumentumot, van, ami írott dokumentumokból tud beszédet gyártani, van, amelyik fordít, tehát beszédből beszédet csinál, de másik nyelven. Ezek nyilván a legtöbb az első körben angolul jönnek ki, meg a legnagyobb országok nyelveni, tehát magyar nyelven, ugye ezek később érhetőek el.
Érte, van egy érdekes, hogy a Language Understanding, az LUIS, röviden, rövid néven, és ő képes még különböző kontextusból kinyerni azt, hogy mi egy mondatnak, meg szövegnek mondjuk az értelme, illetve képes egyes nyelveknél mondjuk dialektusokat is értelmezni. Igen. Majd mutatok majd példát a Custom Vision-ra még, hogyha majd még az internet is úgy akarja. És most menjünk át arra a része, ahol konkrétabb példákat mutatunk meg. A Hello World-je a neural networköknek, ez a számfelismerés. És arra fogunk példát nézni, hogy ha van egy kézzel írott, rajzolt szám, akkor azt hogyan tudja egy machine learning algoritmus felismerni. Van erre egy csomag, van csomó publikus adatszett, hogyha különböző problémákat szeretnétek megoldani, akkor ezek rendelkezésre áll az interneten. Ez egy ilyen, MNIST-nek hívják. Ebben van 70 ezer kézzel írott szám 0-tól 9-ig, és erre van 60 ezer, ami betanításra szolgál, és 10 ezer, ami tesztelésre szolgál adatszett. Ugye egy machine learning modell az úgy épül fel, hogy megvan a historikus adat, és azt változtathatjátok, tehát ti döntitek el, hogy mekkora adatszettet akarjátok betanítani, és mekkora nem akarjátok tesztelni. Ez egy elég jó arány erre. Igen. Röviden, ez hogy is működik? A számokat, ezeket a kézzel írott számokat, ezek ugye képek, tehát kvázi be vannak fotózva, ezeket leegyszerűsít egy ilyen 28x28-as pixelbe, ahol egyes pixelek azok egyes neuronokat fognak szimbolizálni. Ezzel kicsit bővebben majd később. És a neurális hálók úgy működnek, hogy ugye a neurális hálók onnan kapták a nevüket, hogy kvázi az emberi agyat képezik le, az emberi agynak a működését, és az egyes neuronok más neuronokhoz kapcsolódnak. Itt azt láthatjátok, hogy nyilván itt is kell egy adat előkészítés, tehát ha lefotózunk egy képet, akkor először azt kell egy kis adattisztításra filterezni, kell a képminőségen javítani, és ilyen kvázi negatívot kell előállítani belőle, ahol jó, könnyen el tudjuk határolni a hátteret magától a számtól, és utána azt fogja detektálni az egyes neuronok, azt képezik le, hogy hol van háttér, ahol nincsen szám, és hol van szám. Tehát ez egy, hogyha adott esetben használtok már Photoshopot, és ott csináltok egy-két dolgot, akkor amikor próbáltatok mondjuk képet átalakítani a tisztén, hasonló dolgok vannak, amikor pixeleknél a körvonalakat, meg a határokat akarjátok detektálni. Kicsit ez itt is az elv van, tehát közelítünk, és megnézzük azt, és éles kontúrokat húzunk, hogy hol lehet az a pixel állomány, amit keresünk. És hogy ez miért is így van, ezt már is megyek mindjárt tovább. Ugye itt alapvetően az a lényeg, hogy egy Python nyelven, vagy más machine learning modulokban funkciókat, functionokat alkalmazunk, ezek előre legyártott functionok, amiket már sok tudós dolgozott, tehát valami input adatot adunk neki, ott van egy function, meghívjuk ezt a funkciót, paraméterezzük, és akkor megkapjuk majd az eredményet. És igen, itt alapvetően, amikor bedolgozzuk ezt a 28x28x pixeles képet, számot, akkor egy darab ilyen neuron, ami az első ilyen alaplayere, réteg ennek a neurális hálónak, az tulajdonképpen egy számot tartalmaz. És ennek a számnak az értéke 0 és 1 közötti tartományban található, ahol a 0 az a fekete, ott ahol semmi nincsen, tehát az egy háttér, és 1, ahol nagyon világos, az ahol van szám, ahol tutira van szám, és akkor előbb korábban említettem, ott ahol kisebb az érték, mondjuk 0,5 vagy 0,3, az az, ami kvázi egy körvonal, tehát vagy egy kontúr a számnak. És ez hogyan is működik, és miért van így? Ez a modell is az emberi agyat próbálja leképezni, tehát az, hogy az ember felismer objektumokat, vagy az ember agya felismeri az objektumokat, felismeri a számokat, akkor elemeire bontja. Tehát amint itt látható, például van egy 9-es, akkor annak a felső részét ismerjük fel, hogy ez egy kör, meg van egy szára, vagy a 8-as az mondjuk két körből áll, azt bontjuk szét, és az agyban illesztődik össze, és abból tudunk következtetni, hogy igen, ez egy 8-as szám, vagy igen, ez egy 9-es szám. Ezeket bontja szét, és ezeket próbálja több lépésben detektálni. Pont ezért ebbe
ebben a neurális hálós példában, az alap layernél, ahol bedolgozok a pixeleket, lesz két úgynevezett hidden layer, ahol ezt a két elemét húzzuk be, tehát az egyik az mondjuk a számnak a felső része, a számnak a másik része. És a végén meg 10 neuronnal állunk meg, ahol ugye a 0 és 9 közé eső szám, és fog nekünk egy predikciót adni, hogy mit gondol arról az algoritmus, hogy ez melyik szám lesz. Még röviden mielőtt a példákra ugranánk, hogy ahhoz, hogy ez a neurális háló ez megfelelően működjön, különböző módon súlyozni kell a kapott értékeket, attól függően, hogy az most egy nulla volt, vagy egy egyes, ugye van-e ott szám, vagy nincs ott szám, vagy pedig egy összes ilyen kontúr határértéken vagyunk, súlyozni kell ezeket az értékeket, hogy milyen szempontból vegye számításba őket, és a végén összegzőket, tehát egy ilyen súlyozott összeget kapunk, és emellett pedig kell egy konstans értéket is hozzáadni, ami pedig a bizonytalanságnak az értéke, ez kell a modellnek, hogy ezt megkapja. Még egy gondolat, és hogy már a szigmoidról lesz szó, igen. Még egy gondolat, hogy ugye minden egyes machine learning modellnél bizonyos értékek, metrikák alapján értékeljük ki a pontosságát, vagy pedig fordítva a hibát értékeljük ki. Ez attól függően, hogy milyen modellről beszélünk, ezek másfajta metrikák lehetnek. Van MSE, az a mean squared error, a RMSE, a root mean squared error, meg nagyon sok különböző metrika. És egyik klasszik az a négyzetes hiba, és azt szeretném ezzel mutatni, hogy az, hogyha ha valahol téved valamit az algoritmus, akkor azt minden inkább büntesse úgynevezett büntetőpontokkal, vagy hívhatjuk úgy is, hogy költségekkel, hogy abból is tanuljon a modell, hogyha tévedett. Igen. Itt látható az, hogy a különböző súlyokat hogy lehet megadni meg a bizonytalanságot, és azért fontos ez a büntetőpontok meg a költségek, mert hogyha tanítani szeretnénk egy modellt, akkor utána rá szeretnék azt, hogy ez a modell fejlődjön és egyre jobb és jobb eredményeket produkáljon. Erre vannak úgynevezett optimalizáló függvények, meg egyéb parametrezési lehetőségek, ahol a súlyokat elkezdjük bekalibrálni, meg a bias-t is, tehát azt is, hogy a bizonytalanságnak mekkora az értéke. Tehát ezt úgy kell, hogy ezek a számok, amik itt vannak például, ezek nem úgymond ilyen exakt számok, ezt el kell kezdeni valahol. Tehát ez úgy indul ki, hogy adunk valamilyen súlyokat a különböző értékeknek, meg adunk valamilyen szintű véletlenséget is a értékeknek, és ezt követően vannak például optimalizások, különböző optimalizáló függvények, amik elkezdik a különböző súlyokat változtatgatni és beállítani, és próbálják csökkenteni a hibának az értékét, hogy minél pontosabb eredményre jussunk. Igen, ez hangzik el itt is. És tulajdonképpen most beregni szeretném ezt a részt, és mindjárt megyünk a demóhoz. Itt is azt mondja, hogy tulajdonképpen ez egy olyan modellépítési logika, ahol elkezdjük felépíteni a modellünket, eljutunk egy eredményre, és azt követően, hogy mi az eredményünk, elkezdjük visszafejteni és pontosítani a modellünket, és csökkenteni a hibáját a modellnek, vagy hát attól függően, hogy mi úgy gondolkodunk, növelni a pontosságát. Tehát ami most következni fog, az, hogy ezt a, most egy kis elméleti áttekintő volt röviden, hogy egy ilyen neurális hálót, egy machine learning modellt, hogy lehet röviden háromféleképpen létrehozni. És milyen különböző lehetőségek vannak az azóban, hogy ilyeneket létrehozzunk. Az első, amiben belemegyek, az egy Azure Notebooks. Nem tudom, hogy notebookos környezeteket mennyire ismeritek, Jupyter Notebook, és bármilyen szuper. Tehát a notebookos környezet ad egy olyan könnyen verziókezelhető, könnyen csapatban együttműködhető, vizuálisan szép, jól átlátható platformot, ahol R vagy Python, vagy esetleg Scala nyelven például lehet dolgozni és programozni és modelleket gyártani. És láthattátok, ha emlékeztek még arra a slide-ra, ahol a platformokról beszéltem, tehát például az Azure Databricks, az Azure Machine Learning Services, vagy a Data Science, vagy Machine Learning Virtual Machine-ról, akkor ezek olyan platformok, ahol ezeket a notebookokat használni lehet.
és ott be lehetett. Tulajdonképpen a lényeg az, hogy akár ti is a saját gépeteken létre tudtok hozni egy Jupyter notebookos környezetet, és ennek van egy ilyen I, Type and B végződésű file neve, amit utána akár, hogyha különböző környezetek vannak, oda is be tudjátok importálni. Mindjárt kiderül, hogy a én mobil internetem az mennyire barátságos. Remélhetőleg igen. Jó, mindjárt betölt, remélhetőleg jó lesz. Tehát most, amit látok, az egy Jupyter notebookos környezet a Azure Notebooksban, és egy Python nyelven írt modell. Ugye röviden, hogy hogy épülnek fel ezek a modellek még, hogy van a alapnyelv, és számos package van hozzá, van ez egy csomag, amit be tudunk rántani, és ezzel plusz funkcionalitásokat, függvényeket tudunk elérni. Az alap Python nyelv önmagában nem tartalmaz a legtöbb machine learning funkcionalitást, hanem azokat különböző package-ekbe kell berántani, vagy beimportálni. Ez látható az első felébe. És mindjárt kiderül, hogy teszteljük, hogy működik-e. Hanem akkor meg fél szépen. Jó, amíg kiderül, hogy nem. Szerencsére kicsi szerben használ ezt a receptúbos technikát, hogy előre gyártottam és lefuttattam a modelleket még otthon. Úgyhogy ha a internet nem szereti a töltetet, akkor... De lefuttatta csak nagyon lassan. Megadjuk neki a lehetőséget. Most úgy tűnik lefuttatja. De ha nem, akkor elő van állva a végeredmény is. Csinálok egy olyat, hogy restart and clear output, bátor leszek. Ha rámegyek arra, hogy restart és clear output, akkor azt csinálja, hogy az összes kiadott eredményt azt így eltünteti ebből a notebookból. Magyarul ne legyen az, hogy én most csaltam és már megvan az eredmény, hanem most akkor itt fogom real-time lefuttatni a különböző kódrészleteket. A TensorFlow, azt nem tudom, TensorFlow-t ismeritek? A TensorFlow egy deep learning framework, hoppá, notebook changed, nem baj, overwrite. Tehát az egy deep learning framework, amit egyébként a Google fejlesztett ki, az nagyon fejlett neurális hálók modelleknek a gyártására képes, különböző fejlett funkcionalitásokkal. Ez is open source technológia, de ahogy a korábbi dián látható volt, ennek ugyanúgy használható és elérhető, és csak annyit kell csinálni, hogy be kell importálni itt az elején. És itt lekérdezhetjük a TensorFlow-nak a verzióját, hogy milyen verziót használunk. Most a Azure Notebookot azt az Azure Machine Learning Service-szel együtt fogom használni, és csak az, hogy vizuálisan látható legyen, itt van az én kis Azure portálom, van sok service-en most már, itt vannak a legtöbbet használt service-eim, és valat is lehet egyébként, csak egy ilyen rövid kitérő, hogy például két platform szolgáltatást együtt és egymás mellett használtok, mert a Azure Machine Learning Service számos funkcionalitással bír, de lehet, hogy van egy másik csapat, aki más szeret használni, vagy vannak azon funkcionalitások, amik mondjuk a Databricks-ben tegyük fel, hogy jobbak, azon a Machine Learning-ben másokkal jobbak, de ezeket is lehet együtt használni. Én nekem pont volt egy olyan szolgáltatásom, ahol a Machine Learning Service Workspace-t a Databricks-el együtt használtam, ezért van ilyen Databricks-es elnevezése az egyébként Machine Learning Service-emnek, csak hogy tudja, hogy mihez tartozik. Tehát ez a, tehát láthatok vizuálisan is, ez az Azure Machine Learning Service-nek a létrehozása az Azure portálon, és amit láthatok az előbb, amit voltam, az a Azure Notebooks, tehát ide vegyünk át. Meg tudom csinálni azt, hogy innen hozok létre egy Azure Notebookot, de megtehetem azt, amit az előbb csináltam, hogy a notebooks.azure.com-on felmegyek és ott hozom létre, és azt csinálom, hogyha visszaugrok, akkor itt mennyire látható valamennyire, mert kizumok, lezumok, legyen így. Aztán lehet, hogy jó lesz. Tehát itt fogom és beimportálom azokat a könyvtárokat, amikvel az Azure Machine Learning szolgáltatásait szeretném használni. És akkor megkapom, hogy melyik verzióját használom éppen.
Ugye, hogyha létre szeretnétek hozni ilyen notebookos környezetben, meg akár máshol is azonos szolgáltatásokat, legtöbb esetben, amire szükségetek van, az egy subscription ID, egy erőforrásokat, tehát egy resource groupnak a neve, illetve attól függően, milyen szolgáltatásokkal szeretnétek dolgozni együtt, egy access key, tehát egy kulcs, egy titkos kulcsnak a beszerzés, annak a kódja. Tehát ezeket kell általában legtöbb esetben beimplementálni. Tehát most csak elmentem egy változóba a subscription ID-met, meg a workspace-emet. Itt két dolgot csinálhatok. Megcsinálhatom azt, hogy programatikusan itt hozok létre az Azure portálon egy Azure Machine Learning Service-t, vagy megcsinálhatom azt, amelyik kényelmesebb, nekem már rendelkezésre áll, hogy itt hozom létre, ugye itt is megtehetem azt, hogy rámegyek, hogy Create a Resource, és beírnom, hogy Azure ML Service. Kicsit tölt. Igen, tehát beírhatom azt, hogy Azure Machine Learning itt, és itt meg is találom, és itt is létrehozhatom a resource-ot, tehát ezt meg lehet mindkét irányból tenni. Nekem már van egy ilyen resource-om, úgyhogy ezt a részét átugrom, azt itt tudnám magadni, és itt megadom a pillanat. Látható? Köszönöm. Tehát itt van, megadom a subscription ID-ot, ugye ezt korábban egy változóban elmentettem, tehát az megvan. Megadok egy resource-ot, itt ugye azért van workspace-ek a változónak megadva, hogy legyen az, hogy akkor ugyanúgy nevezze az egyszerűség kedvéért, de lehet bármilyen tetszőleges nevet végrehajtni neki. Ha egy dolog, ami még érdekes lehet, az a location és a best Europe. Ha még nem dolgozhatok felhős szolgáltatásokkal, akkor ez ugye olyan, hogy a felhőben, melyik adatközpontban hozzuk létre a szolgáltatást, és az a mondás ugye, hogy az a jó, hogyha a földrajzilag, fizikailag minél közelebb hozzánk, minél közelebb eső adatközpontban hozzuk azt létre, az költség szempontjából, meg ottani egy hálózat, meg lekérdezés szempontjából azért az fontos, meg jó. És ugye a West Europe-ot szoktuk így Magyarországon használni, itt Közép-Európában még nem jött létre így adatközpont, ami így ebben az országban van, de ezt jókor szoktunk használni, megjavasolni. Igen, most mondjuk azt, hogy nekem ugye már van egy létrehozott workspace-em, azt hiszem, ezt kell elfogtam. Igen. Most ezt el kell futtatni egy másodperc, és itt azt fogja csinálni, hogy ugye azt feltételezi, hogy nekem már van egy Azure Machine Learning szolgáltatásom létrehozva, ezt is gondolja, és ebben az esetben nekem majd be kell loginolnom, tehát be kell autentikálnom magamat, hogy használhassam azt a szolgáltatást. És mindjárt fog egy loginnak fel kell ugrania abban az esetben, hogyha kedvel engem, még mindig az internet. Amíg azt még megcsinálja, addig elmondom, hogy a következő szegmensben, ugye mondtam azt, hogy ha Azure Machine Learning Service-ben vagyunk, akkor tulajdonképpen ti eldönthetitek azt, hogy mi a compute targeteket, milyen számítási kapacitást szeretnétek igénybe venni. A Databricks-be is, meg az Azure Machine Learning Service-be is, méghozzá itt beimportáljuk ezeket a könyvtárakat, a compute, itt látod a compute targetet, és meg tudjuk adni neki, hogy hol hajtódjon végre a számítási kapacitás. Ez lehet on-prem, földi hálózaton, ha van egy földi klaszterünk, vagy egy erős vasunk, lehet egy felhőben létrehozott Hadoop környezetünk,
lehet, a Databricks egyébként arra is való, a Databricks is tud ilyet, hogy egy plastert fel tud húzni és autoszkélálni, tehát a Databricks is lehet egy kompjúttarget, illetve itt is létrehozhatunk egy kompjúttargetet. Itt megadom neki, hogy ez az út, nem azt én barátom. Ezt így fogom mutatni. Itt megadom neki, hogy milyen virtuális gépeket húzzon ebbe, és hány nódus, tehát hány gépes clustert húzom fel nekem. A nulla pedig azt jelenti, tehát ha elindítok egy algoritmust, akkor maximum 4 gépet fog használni, de a nulla azt jelenti, hogy ha nem futtatom az algoritmust, akkor automatikusan lelövi a clustert és megszünteti annak létezését. Úgyhogy ez tényleg csak annyi ideig fog élni, ameddig az megy. A Jupyter notebook az még mindig dolgozik. Pedig meg kell kéne az autentikációnak. Jó. Ami még itt van, az az, hogy... Nézzem, hogy van-e itt még. Aztán lehet, hogy az már nem az, nem? Ilyenkor tudnék itt csalni. Amíg nem történik, itt van az, amit a receptúrgos technika, amit szoktam mondani, hogy amúgy kész van a sütemény vagy a leves, hogyha bekesse az internet, szóval elő tudom húzni a fazékból vagy a sütőből. De hát tegyük fel, hogy akkor sikerült autentikálni a másik csapatot, és behúzom a datasetet, ami elért. Ugye itt látható, hogy ez is egy package-ből jön, ez a MNIST-nek hívják ezt a publikus datasetet, amiben a 70 ezer kézzel rajzolt szám elérhető, és itt letölti nekem, és utána általában ugye egy machine learning feladatnál fontos lépés még adattisztítás előkészítés előtt is, hogy vizualizáljuk az adatokat, legyen egy data exploration fázis, amikor egyáltalán próbáljuk értelmezni, hogy mi az adat, amivel dolgozunk. Itt most látható az, hogy a különböző számjegyből, tehát 0-tól 9-ig, melyikből hány darab áll rendelkezésre. Igen, a dataset az ugye két részből áll, a trainingből, tehát azokat, amit betanításra fogunk használni, illetve a tesztből, tehát itt csak azt látható, hogy egyrészt ez amit tréningelésre fogunk használni, betanításra, és itt vizualizáljuk azt is, ami jóval kevesebb, amit meg tesztelésre fogunk használni számokat. És ugye, hogy is néz ki egy szám ilyen 28x28-as pixelbe, ha beolvasod a számokat, akkor itt látod, amiről korábban beszéltünk, hogy ilyen pixeles változatot mutatja be, ahol a neuronok, tehát a neurális hálónál a neuronok, azok a nulla értéket fogják itt felvenni, ahol háttér van, egyest fognak felvenni itt, ahol nagyon világosan látszik egy szám van, és egy nulla és egy közötti számot fognak felvenni itt, ahol egy kontúr van, meg egy határérték. Közben azért nem teljesen csaljak, itt megnézem, hogy lefutott-e nekem itt, de szegény még mindig dolgozik, úgyhogy szerintem ezt elengedem. De le is gyilkolom akkor közben, hogy ne szívesen. Na, próbáljuk meg még egyszer azért egyesét adjunk még neki. Ő volt az itt, hát ha... Ha! Hihetetlen, most működik. Tehát ezt ennek kell történnie, hogy ugye be akar engem autentikálni, hogy tudjon használni ezt a service-t, akkor rá kell kattintanom, és most be fog loginálni engem az új portálba, autentikál engem még hozzá ezzel a kóddal, ami itt van. És hogyha jó volt a kód, és nem space-el együtt már, ja, még be kell jelentkeznem. Igen. Már is bejelentkezek a saját Microsoft csökkentommal. És sikerült, azt mondja, bezártam az ablakot. És itt láthatjuk, kiírta, hogy authentication successfully completed, tehát sikeres volt. Szóval mehetek tovább itt. Szóval gyorsan megcsinálom, majd lefuttatom azt, amiről beszéltem. Tehát itt, ha ezt a kódot lefuttatom, akkor felüli nekem a clustert. És ráadásul, mi
mivel én már csináltam egyet, mondta, hogy talált egyet, ami már van. Most még egyszer letöltöm az adatszetet. Most betölti nekem, letölti az adatszetet egészen gyorsan. Remélem megkaptam a magasabb net csomagot, mert hoppá, már egyesem sem lehet, hogy megszólt, hogy meghalt az adatom. Hát igen, 100 megabájt maradt a adatforgalomból, úgyhogy addig meg fogok lefuttatni, hát ha túlélni még ezt a telefon. Igen, itt jön akkor vizualizálni tudjuk, tehát ez nem csalás, nem álmítás, itt tudjuk ezeket az adatokat vizualizálni. Itt láthatjuk a dimenzióit az adatnak, mivel mennyi van, és hogy 28x28-as pixelekből állnak ezek az adatok, és akkor itt tudjuk lekérdezni. Itt ugye azt csinálja ezt csak így röviden, hogy van egy ilyen funkció a Python-on, az a PLT, hogy akkor plottoljuk azt, ami ábrázolt, vizualizáljuk az adatunkat, és a image fogva meg fogja mutatni nekünk a képet, ez meg a zárójelben meg azt jelenti, hogy az adott adathalmazba az egyes képet fogjuk vizualizálni. És így már itt tartottunk a másiknál is, látjuk, hogy egy nullás van, de nézzük meg, hogy ez hogy is nézne ki, tehát ez úgy csúnyább változatban ez így néz ki. Ahol nulla van, ott háttér van, ha meg nem nulla van, ott meg valami van. De ezt most egy kicsit ilyen széttöredezve, ezt most így mutatja be nekünk. Igen. És ez egyébként, hogyha nem abban a kontúrban 28x28-as pixelben akarjuk mutatni, hanem a nyers adatot akarjuk látni, akkor itt látható egy példa, hogy azok hogy is néznek ki azok, amiket mutattam korábban. Tehát ezek a számok azok, amiket dolgozunk, ebből áll az adatszet. Igen, itt szedjük, itt vannak ugye a teszt meg a training image-ek, itt szedjük le őket 28x28-as, tisztítjuk őket, és itt a modell egyenlő keresztszekvensről, a modellnél itt fogjuk létrehozni a machine learning modellünket, és itt használjuk a TensorFlow-nak ezt a kereszt modelljét, ahol létrehozok a modellt nagyon röviden. Most csak lefuttatom ezeket a kódsorokat, és mindjárt mondok róluk pár szót. Most dolgozik. Tehát alapvetően, ahogy mondtam, előre definiált funkciók vannak sok esetben, package-ként tudjuk berántani a machine learning modell elemzéshez, ahol többek között deep learning algoritmusokkal, framework-ökkel tudunk dolgozni, ilyen például a TensorFlow, ahol ezeket a funkciókat tulajdonképpen paraméterezni kell, tehát különböző információkat például itt adunk meg neki. Most ebben a időhiány miatt meg biztos váltok, hogy miért benne nem fog belemenni. Azt szeretném megmutatni nektek, hogy milyen modellt tud ez önmagától létrehozni. Most dolgozik, tehát a TensorFlow package a Python-ban, ennek a kereszt típusa az most lefutott ezekkel a paraméterekkel. És vissza tudjuk, ugye, hogyha lefuttatunk egy modellt, akkor vissza tudjuk adni a modellnek az eredményét a teszt adatokon letesztelve, egész gyorsan végig futott, láthatjuk, hogy egész gyors volt, és 97,8%-os, 81%-os pontosság volt a modellünk. És lehet, akkor ezt saját magunk is tesztelgethetjük. Tehát adtunk neki egy számot, egy teszt számot, azt mondtuk, hogy ez legyen a 9-es, és itt fölötte 99,9 pontossággal megállapította, hogy ő szerinte az egy 9-es szám. Így néz ki körülbelül programatikusan egy Jupyter notebookba, Python nyelven egy neural network-ös machine learning modellnek a létrehozása. Ehhez kell egy jobb megértés, Python programozási skillek, hogyan kell egy modellt felépíteni Python nyelven. Ez kicsit komplexebb problémakör, ezt
ennek az elméleti meg programozási alapjait azt el kell sajátítani ahhoz, hogy önmagunk is tudjuk csinálni, de nagyon jó példák vannak a neten, hogyan lehet. De amiről most szeretnék még beszélni, az az, hogy hogyan lehet ezt még megcsinálni máshogy, és milyen lehetőségek vannak. Ez akkor, hogyha Python nyelven szeretnénk egy kicsit berántani, és akkor azzal paraméterezni és programmatikusan megoldani ezt a problémát. Hogyan lehet még? Ugye beszéltem a Machine Learning Studio-ról. Ami ez a fajta vizuális drag and drop-os módszer, ahol könnyebben létre lehet hozni különböző kísérleteket. Tegyük fel, akkor én most létre szeretnék hozni a Machine Learning Studio-ba ennél egy fokkal gyorsabban egy ilyen kísérletet. Vannak datasetek, itt tudok berakni adatforrásokat, projekteket is csinálni, itt is lehet kollaborálni és együttműködni különböző munkatársakkal, meg csapatban dolgozni, itt is lehet notebookos környezetet behúzni, de amit én most szeretnék, az egy kísérlet létrehozása. Ja, csak egy példaként mutatom, amit korábban mondtam, hogy ha ki szeretnétek próbálni, ezt ingyenesen ki tudjátok próbálni, és itt van számos különböző példa, hogy milyen experimentek vannak, és akkor magát létrehozza nektek a modellt, és akkor csak ismerkedni lehet vele, hogy ez hogyan is épül fel. Tehát ezt érdemes kipróbálni. Na, és hozzunk létre egy üres vásznat, egy blank experimentet, és akkor ezt a hátteret kapjuk meg, ahol láthatjuk, hogy különböző kategóriákban különböző modulokat tudunk használni, és azokat kell behúzni erre az úgynevezett canvasre, vagyis vászonra. Vannak előre legyártott ugye publikus datasetek itt is, tehát használtam azt, hogy samples, és mit ad Isten, itt lesz már feltöltve alapból az mlist adott dataset. És ezt fogom, behúzom drag and drop módszerrel, és leteszem itt. Illetve külön van a teszt is, tehát behúzom azt, amit be akarom majd tanítani a modelleket, illetve behúzom azt is, amit majd tesztelni szeretném a modelleket. Mindegyik ilyen modulnak van egy inputja, meg van inputja, van outputja, van mindkettő, ez ugye a eleje, tehát itt van egy outputja, itt egyből, hogyha behúzok egy datasetet, akkor azt rögtön tudom vizualizálni is. Láthatóak ezek a gyönyörű nullák, meg nem nullák, ahol mutatja azt, hogy hol vannak éppen értékek. Tehát itt nem annyira szépen néz ki, de ezek tartalmazzák az adatokat. És mit is szeretnék csinálni? Azt szeretném csinálni, hogy egyben gyorsan egy modell szeretnék létrehozni. Egyébként csak annyit röviden, hogy modell, akkor a machine learning kategóriába kell mennem, és inicializálnom kell a modellt. És amit én most szeretnék, az egy osztályozási feladat, méghozzá egy több osztályú neurális hálónak a létrehozása. Ugye ez egy osztályozási feladat, azt szeretném a machine learning algoritmustól, hogy sorolja be, hogy ez egy nulla, ez egy kettes vagy egy nyolcas szám, tehát ezt szeretném használni. Mire van még szükségem? Lesz szükségem egy train modellre. Méghozzá egy train modell ilyen modulra, ahol be fogom tanítani az algoritmusomat. És tök jó, hogyha ugye van egy outputja, úgy hozunk létre ilyen modelleket, hogy összekötjük a egyiknek az outputját a másiknak az inputjával. De az a jó, hogy általában okos meg tudja, hogy mikor melyik modult kell használni, és melyikre van szükségünk, tehát elkezdem húzni már jelző ott ilyen zöld gondyóval, hogy valószínűleg én hova szeretném azt kötni. Ide szeretném kötni. És méghozzá, milyen modellen akarom trénelni, multiclass neural network-kel, azt pedig ide szeretném kötni. Ezt ugye, ha most pillanatra ezt kitörlöm, akkor ha rámegyünk ide az inputra, akkor azt is mutja, hogy ez nem véletlenszerű, hogy hova kötözgetem a pontokat, mindegyiknek megvan a pontos helye. A baloldali inputra jön be az, hogy milyen modellt szeretnék használni, és a jobboldali helyre jön be az adatom, amit be szeretném tanítani. Tehát ezeket most is szépen összekötöm.
és azt követően, hogy mit szeretnék csinálni, azt szeretném, hogy a tréningelés után szkórolja a modellemet. Szerencsére van itt egy score medipont is. Egy score modellt behúzok, és itt is jelző, hogy ezt ide szeretném, hogy bekössem, és mint szeretném score-olni a teszt adaton szeretném score-olni, hogy meg ide kötöm be. Ez önmagában ő csak le fogja futtatni a modellt, illetve ki fogja tesztelni, de ez önmagában nekem még nem elég, hanem szeretnék valami metrikát, mert szeretném, hogy ki is értékelje nekem, hogy akkor hogy teljesített a modellem. Arra van külön a evaluate model funkció, a touchpad is úgy szeretné. Itt van az evaluate, így van. Őt pedig idehúzom be, és bekötöm ide. Itt azért van két input, és elég csak az egyikbe bekötni, tehát nem muszáj mindig mindennel összekötni. Azért, mert van egy úgynevezett cross-validation, tehát az is lehet, hogy én két modell van a fejemben, és versenyeztetni szeretném őket egymással, és össze szeretném hasonlítani a kettő, hogy szerepel, és melyik modell teljesít jobban. Tehát megcsinálnám azt, hogy ott behúzok egy másik modelltípust, vagy akár ugyanazt a modellt máshogy paraméterezem, és akkor megversenyeztetem őket egymással, és meglátom, melyik hoz jobb eredményt. Ezek ugye itt modulok, tehát amit eddig kódban láthatatok kvázi, azok most ilyen modulokként szerepelnek, és azokból annak paraméterei itt láthatóak, tehát hogy most bejegyek például a Multiclass Neural Network, akkor itt jobb oldalt láthatjátok, hogy hogyan lehet paraméterezni ezt a modellt. Ezt ugyanúgy meg lehet csinálni Pythonban is, de itt ez ilyen szép vizuális felületen csinálja ezt meg. Én ezt most nem szeretném a modell állítani, el lehet játszatni, el lehet órákat tölteni, ezt most az alapbeállításon hagyom. Ugyanakkor láthatjátok, hogy van egy, hát egy piros pöttyöt láttak valószínűleg, de ez a piros pötty egy piros felkiáltójel, hogy valami még hiányzik neki, valami még nem tetszik neki. Ha rámegyünk a train modellre, akkor láthatjuk, hogy valamit kell. Ugye már, hogyha egy machine learning modellről beszélünk, és van egy datasetem, akkor meg kell adni neki, hogy mit szeretnénk prediktálni, melyik oszlopot szeretnénk prediktálni. Tehát elindítom a column selectort, és kiválasztom azt az oszlopot, amit prediktálni szeretnénk. És azt mondom neki, hogy include label. Most már ez jobban tetszik neki, eltűnt a felkiáltójel. És ha minden igaz, minden megvan. Még egy valami szerettem volna megmutatni. Itt adattranszformációs lehetőségek is vannak. Tehát most szerencsénk volt, mert az adatset úgy nézett ki, hogy volt egy betanítási, egy training dataset, meg egy test dataset. De legtöbb esetben, az egy életszerű példa, hogy az adat úgy egybe van, és szét kell válnunk, akkor csinálom azt, hogy behúzok egy ilyen split data modult, rakom valahol. És itt a split data modulban tudom megadni neki azt, hogy hogyan vágja el az adatot. És lehet egy sornál, vagy hanyadik sornál vágja el, lehet az, hogy random sampling legyen, és hogy random vegyen ki mintákat, sorokat az adatból, lehet különböző dolgokat megadni neki, így lehet megadni neki, hogy szedje szét. És randomizálni is lehet különböző módokon. Most csak ezt meg akartam még mutatni. Jó. Azt követően, hogy ez megvan, elvileg ez a rövid modellként kész is van. Adok neki egy nevet azért, hogy belesen azosítani. Csináltam már egyet, úgyhogy legyen az Andy Sample 2. Nagyon fontos, hogy mindig el kell menteni. Ezért örök igazság. Elmentettem a modellet, és hogyha nem hagytam ki valamit, és jól gondolkoztam, akkor a futtatásra menve ez a modell le is fog futni, és ha minden jól megy, akkor viszonylag hamar ez meg is fog történni. És le is futott a modell, ez most nem ilyen konyha megoldás volt, de most tényleg gyorsan lefutott, és vizualizálni tudom, és ad nekem egy ilyen gyönyörű táblázatot, ahol a legfontosabb metrika, meg a lényeg, hogy
machine learning stúdióval, így könnyen összekattingatva, alapbeállításokon, ezen a dataseten 97,81%-os pontossággal tudta a tesztadatokkal összehasonlítva kiadni az eredményt. Tehát egyébként egy jó beállított mintázat. Szóval itt is elkezdhettek dolgozni, és kipróbálhatjátok, hogyha szeretnétek. Van ezekre mindenre, a Azure-ban is lehet létrehozni free accountot, tehát egy ingyenes accountot, amiben van egy minimális kredit, meg vannak ingyenesen minimális funkcionalitása lehet a szolgáltatások, arra pont jó, hogy ki lehessen próbálni ezeket. Az Azure Machine Learning Studio is olyan, hogy ki lehet próbálni ingyenesen, ha már komolyabb saját adatok, meg számítási kapacitások kell, akkor azért már fizetni kell, de arra, hogy kipróbáljátok, azt meg lehet tenni. Illetve még egy gondolat visszautal az Azure Machine Learning Services-re. A Microsoft stratégiája jelenleg az, hogy sok felé mozdultak el, és sok machine learning-el kapcsolatos service-t hoztak létre, de sok ember meg volt ettől zavarodva, hogy most akkor Machine Learning Studio, Data Science Virtual Machine, melyiket használjon, mit használjak, és most van egy ilyen irány a Microsoftnál, hogy a Azure Machine Learning Service-be szeretné integrálni a különböző toolokat, és legyen egy platform az Azure Machine Learning Service, és azt használják az emberek. És ezt azért mondom, mert ez viszont nagyon új dolog, hogy viszonylag a resourceimhoz. Ez pénteken jött ki, hogy most már, ha átmegyek az Azure Machine Learning Service-embe, egyébként ez önmagában egy hatalmas téma, és megér egy 2 órás előadást, akkor most már van ilyen, hogy Visual Interface, amire, hogyha ezeknél itt is itt van, ami, hogyha itt van, hogyha erre rákattintok, akkor az fog történni, hogy most már a Machine Learning Studio-t is beleintegrálták a Azure Machine Learning Service-be, úgyhogy szinte kicsit megváltoztatva, kicsit modernizálva, és Python nyelvesítve, mert Python nyelv fut mögötte, ugyanúgy itt van egy Machine Learning Studio-szerű felület, amit a Azure Machine Learning Service-en belül használok egyébként. És most tehát egy nagyon egyszerű modell, ez egy bonyibb modell, de az most igazából mindegy is. A lényeg az az, hogy ezt ugyanúgy létre lehet hozni, és én ezzel játszogattam egy kicsit, és lefuttattam, és miután lefuttatom, jó magát egy különös példa lenne, de az a lényeg, hogy itt a Azure Machine Learning Service-be megjelenik a kísérleteink között, a experimentjeink között. Tehát ennek Sample 4 volt a neve, ez egy ilyen hitelbiztosítás, hitelkockázati feladat, és az azért jó, mert hogyha még emlékeztek, amit az elején mondtam, hogy a Azure Machine Learning Service azt próbálja csinálni, hogy egybe fogja az egész end-to-end workflow-t adjon a machine learning modellezésre, tehát ezen keresztül tudjatok akár adatot előkészíteni, kísérletezni ezeket az experimenteket csinálni, utána a legjobb modellt megtalálni, a modellt berakni egy modellregisztribe, utána a képfájt, egy imagefájt csinálni belőle, és utána deployálni, azt mind meg tudjátok tenni az Azure Machine Learning Service keretein belül, és most már, hogyha érdekel, vagy kellemesebb, vagy jobb nektek ez a Machine Learning Studios környezet, akkor ilyen vizuális környezetbe is létre lehet hozni a modelleket, le lehet menteni, le lehet futtatni, utána megjelenik itt az experimentem, és vihetem tovább a pipeline-ban. Tehát többfajta módon is el lehet jutni ugyanaz a célhoz. És még egy valamit szeretnék mutatni nektek, az pedig a Custom Vision, amiről még Gábor beszélt, és ami az elejéről szó volt. Tehát ez az én kis custom vision-os felületem, ahol már létrehoztam 2 projektet, most csak így gyorsan pár napja ezzel szórakoztam, hogy nem egy ilyen feladat, hogy festményeket tudunk bekategorizálni, hogy most Picasso, Rembrandt vagy Pollock, és ugyanúgy be lehet taggelni őket, és ez meg a leggyorsabb változat, ugye minden, amit most eddig csináltunk, ezek a kódok meg voltak már írva, és ezek a pre-trained modellek, tehát előrevetített modellek vannak, és nekem csak fel kell töltenem képeket, fel kell címkéznem őket, be tudom tanítani utána a modellemet, és fel fogja tudni ismerni a különbségeket a különböző képeken. Tehát ez például ez a algoritmus meg képes arra, hogy ha most csinálok egy tesztet, és eljövök ide, hogy Community Services, Custom Vision, szerintem ez volt az Quick Test,
adjunk neki egy Picasso-t. Akkor 99%-ig megmondja, az egy Picasso, és 96,4%-ig megmondja, mert hogy festmény, és 96,4%-ig itt látható, megmondja, hogy ez egy Picasso. Hát 7%-ra azt gondolja, hogy Rembrandt is lehetne, de nem az. A Pollock meg egy nagyon szürreális srác volt, szóval azt mondja, hogy egyáltalán nem. Nem tudom, nem ismerem ezt az arcot, de fura dolgokat csinált. Mindegy. Ha visszamegyünk, akkor ez meg lehet csinálva számokkal is. Két dolgot fogok mutatni nektek, és akkor ígérem utána befejezem, mert már későre jár. Ugye, hogyha akarunk egy új projektet, akkor azt mondom, hogy csináltam egyet, hogy Digit Recognition, akkor csinálok egy ilyet, hogy Digit Recognizer. Digit Recognizer 2. Blabla. Igen, viszont az tökéletes. Ugye osztályozási feladatot szeretnék. Lehet azt is, hogyha egy képen több objektumot szeretnénk detektálni, tehát van egy játszótér és van rajta pöttyös labda, a gyerek meg csúszta, több mindent szeretnék címkézni, azt is megtehetem, de most a feladat egyszerűsége kedvéért, ugye egy kép, csak magát a képet szeretném felcímkézni, és meg felismerni milyen száma. Van egy-két előre definiált cuccban, ami most az még inkább tudja segíteni a modellnek a pontosságát, hogyha már előre befektetünk, hogy most egy ételt szeretnénk, van kiskeres dolgot, vagy egy landmarkot, ami egy ilyen híres építmény, vagy valami. A kompakt pedig azt jelenti, hogy ugyanannak a modellnek egy egyszerűsített változatát, egy kompaktabb változatot is meg lehet csinálni, utána szállítóvá válik, és le lehet telepíteni akár Android vagy iOS készülékre is, vagy valami okos eszközre. De most a generálra megyek rá, létrehozom a projektemet, és ugye létre akarok adni képeket, és én ezzel már szórakoztam délután. Tehát nekem itt van a training datasetben külön mindegyik számhoz 60 példa. 60-60 példa. És elmegyek még egy 3-as, kijelölöm az összeset, és itt vannak a számok, amiket betöltöttem, különböző módokon felírva, és taggelni akarok, ugye most csak egy tagget adok neki, megadom neki, hogy ez egy 3-as, fogom, hogy Enter, 3-as, és ennyi az egész, itt színkézem fel a képeket. És itt még többet tagget meg tudnék adni, hogyha több mindent szeretnék színkézni, akkor ki is lehetne jelölni. Most feltöltöm, és remélhetőleg még nem most fog elfogyni a netem, feltöltötte, egyszerű, itt vannak a számok, és itt vannak, hogy itt van, hogy akkor ezek 3-asok. Most azt kell csinálni, amivel végképpen akarok mutatni titeket, hogy egyesével feltölteni mindegyik számhoz azt a 60 darabot, utána pedig rá tudok menni arra, hogy trénelem. Ja, igen. Igen, minimum 2. Jó, még egyet csináljunk meg. Nem csalok. Azt mondjuk, hogy 6-os. Azt mondtam a hibaüzenetben, hogy minimum legyen azért két dolog, ugye, hogy meg tudjon különböztetni valamit a valamitől. Azt mondom, hogy ez egy 6-os. Itt valami nem fog tetszeni, hogy itt beragadt egy másik fájl, de ez nem baj, azt mondom, hogy ezt hagyja ki. És akkor most vannak 3-osaink, meg 6-osaink, és akkor betrénelem a modellet, és elkezd dolgozni, és elkezdi megtanulni a 3-osokat, és elkezdi megtanulni a 6-osokat. Nagyon jó. És akkor már láthattátok korábban ezt az ábrát, itt van, hogy ez 95,8%-os pontossággal tudja megállapítani, hogy ez egy 3-as adott esetben. Viszont visszaugorva, csak hogy nézzük meg azt, ahol már ezt részletesebben megcsináltam, itt van a másik, ahol már az összes számot 0-tól 9-ig feltöltöttem, itt láthatóak. Mindegyikből 60 példa, be lett már trénelve, és rá tudok menni akkor, hogy quick test, és csináltam egy olyat, hogy gyorsan utolsó 5 percben miatt ramadtam ide, a telommal lefotóztam, leírtam kézzel egy számot, és lefotóztam, és elküldtem magamnak e-mailben. Ő pedig, ha minden igaz, itt van a test number. Tehát ezt csináltam egy üres papírra, elrajzoltam az én rettentően ronda kézírásommal egy 3-ast, és 98,2%-os pontossággal megállapította, hogy ez egy 3-as. Úgyhogy kvázi működik.
Ha lenne, ha valaki szeretne egy próbát tenni, vagy nem tudok, akarsz egy például egy próbát tenni, van egy papír meg egy toll, kipróbálunk egyet, hogy hát próbáljuk egy itt nem tudom mennyire rajzol szépen, hogy csúnyán, de valamit félkancs egy számot, azt nézzük meg, hogy működik-e. Aztán hozom. Köszi szépen. Az igazság pillanata nem sokára eljön. Kék halál. Az. Köszönöm szépen. Azt fogom csinálni, hogy itt ott van a módon, elküldöm magamnak e-mailben gyorsan. Photos, 6-os megvan, keep original size, egyszerű, igen, subject, test, elküldöm. Ha most hallnak a mobilnetem, mert túl nagy volt a fénykép, akkor az ideges leszek egy kicsit. Na, nézzük meg. Ez az, megjött a számom, nagyszerű. De miért fordítom? Nem. Szép ez a picsa. Az még lehet, hogy nem fog tetszeni neki, vagy nem, úgyhogy most még el kell fordítom. nem akarom megszivatni. Azt mondom, hogy teszt. Nem tudom. Felmentettem. Nagyszerű. Hol is voltunk? Itt. Custom Vision, Mnist, Test Number 2. Rászerűen ezt egy pitva folyt fordítom, igaz? Köszönöm. Nagyon. Akkor most megtartja immár, igaz? Jó. Akkor itt mindjárt az igazság pillanata. Én nagyon izgulok. 6-os szám. Hát, kettest adott meg neki, hát ez is csúnya jött elő. De a 6-osnak másodiknak megtippeltem, de igen, hát, igen. Még azt jelenti, hogy a 60-os szám még nem volt elég neki, tehát még azért kicsit dolgozik. De megpróbáltam. Oké. Szerintem így ennyi, nagyon elment az idő, és nagyon sok volt a téma, meg vannak fáradtak vagytok, járvott és adagozó hozzám, akkor hogyha még van egy annyi idő bennetek, meg van kérdés, akkor még szerintem pár kérdésre szívesen válaszolok. Van esetleg kérdés? Mondja. Most pont jól értünk szépen a dolgokat, hogy egy számokat, tehát nem ebbe a tárhában, hanem egy forgatom, igen. Akkor vagy egy írást, akkor is képesek ők felismerni, vagy ennek megfelelően abban a sorban kell lennie, mint hogy a álló Értem. Van, tehát kell egy előfeldolgozás, és általában akkor azt le kell fordítani, de meg lehet adni a modellnek olyan paramétereket, hogy ismerje azt, hogyha ez egy kicsit extrémebb, meg komplexebb feladat, hogy ismerje meg, hogyha különböző extrémebb szenáriók vannak. Most ez nem annyira extrém, hogy el van forgatva, de úgy is meg lehet tanítani, és az már viszont komolyabb számítási kapacitás kéne, ugye itt már képi elemzés, meg ha 4K, meg GPU, meg mit tudom, mi kell, úgy is fel tudja ismerni, hogyha le van árnyékolva esetleg, vagy csak egy részlet látszódik belőle, az komolyabb tanítás, meg arra is rá kell tanítani, de meg lehet csinálni. Remélem, ezzel válaszoltam a kérdésre. Tehát arra is rá kell tanítanod, hogy milyen, amikor el van forgatva. És azt meg tudja csinálni, hogy egy alapot, hogy ez a 9-es, és akkor, hogy mondjuk egy modell beforgassa végig bizonyos szinten, és tanulja meg magától, hogy, hogy az, ha bármilyen módon, bármilyen szögben lefényképpen van, akkor az az a szám. A training dataset-et emulik. Be kell tanítani arra is. Tehát ez magától betanítható. Igen. Igen. Köszönöm. Ja, még valami, ami még felmerült, hogy tudok olyat csinálni, hogyha elrontja a képemet. Akkor azt
sem, most nem fogok kerülgetni, hogy ha a hülyeséget ad ki a modellem, akkor át tudom taggelni, hogy azt mondom, hülye voltál, ez egy 6-os. És akkor elkezd tanulni abból, és rá tudom mondani, hogy oké, ez egy 6-os, és azzal tudom fontosan feljelzkedni, meg tovább trénelni a modellemet. De arra is van egy opció. Jó. Van még kérdés? Bocs, nekem van még egy kérdésem. Voltam egyszer egy ilyen hasonló előadáson, és ott mondták, hogy nem jó az, hogyha nagyon sok ilyen tanuló adatot adok be neki. Ez igaz? Így önmagában ez a kérdés így nem igaz. Lehet, hogy rosszul tettem föl, bocs, csak nagyjából ilyesmit hallottam. Szóval sejtem, mit szeretném mondani. Tehát azt mondjuk a machine learning modellnél, hogy minél több adat, annál jobb a predikciód. Az nem jó, hogyha túlságosan hasonló mintázatú adatot veszel fel, meg az nem, az van egy ilyen kifejezés, hogy overfitting, amikor túlságosan csak arra tanul rá a modelled, és az sem mindegy, hogy hogyan tesztelsz. Tehát ugyanazon az adaton, amit nem vágnál le az adatsal a train meg tesztre, hanem ugyanúgy a betanítós adatokon tesztelnéd, akkor alakul ki az overfitting, hogy arra rátanul nagyon, és nem képes, tehát hogyha különböző kutyákat akarsz detektálni, meg osztályozni, és utána mondjuk labradorokon tanítod be, és aztán labradort adsz neki, akkor nem rátanul labradorra, és csak azt fogja megtanulni, semmi más nem, és utána azt neki egy Bernát helyét, az már meg az halva utána. Most ez egy példa volt erre, de pont kutyás és macskás képek. Az egy klasszik példa. Meg van egy hasonló is. Csináltuk bent olyat, hogy nem a kutyák és a cicák, hanem a kutyák és a farkasok. És nem volt jó a dataset, mert a realitás nem volt elég széles körül, és a legtöbb képen, ahol egy farkas szerepelt, ott havas volt a táj. És a modell azt tanulta meg, hogy ha a környék havas, akkor a képen farkas van, és nem pedig az alapját, nem pedig a részletekben merülte, és bármit csináltunk, kezdhettük előről, meg cserélhettük újra az adatszetet. Például, amit én csináltam, ott direkt odafigyeltem ebből kifolyólag, hogy a nem jeges vezetéken közé betettem olyat, ami egyébként hó fedi a környéket, meg a másik irányba megpróbáltam levárni azt, hogy nem mindenhol látszódjon a jeges távvezetékeknél a hó körülöttem, mert akkor megint csak ez a rossz predikció fog származni belőle. Ezért van a random sampling is, hogy úgy vegyük a mintázatokat, hogy randomos minél vegyesebb adatunk legyen, hogy ne egy valamire tanuljon rá. Itt most egyébként lehet, hogy az volt a baj ennél a példánál, hogy fekete hátterűek voltak a számok, vagy csak a rajz stílusból? Az is, most nagyon hatalmas a téma, és ezt csak egy pár mondatban említettem meg. Tehát egy képi feldolgozásnál, amikor betanítunk, meg amúgy is a képekről beszélünk, van egy-két adat előkészítési fázis, tehát ezeket a negatívokat kell eltenni, tehát rá kell tenni például a szűrőket. Tehát tegyük fel, hogy a fénykép ezek innen, akkor külön lehet, hogy belóg a kezem, meg árnyékot vetek rá, meg mit tudom én, akkor különböző, mint a Photoshopolnál ilyen szűrőket kell rávenni, meg a kép minőséget javítani, vagy optimális legyen, illetve egy kvázi negatívot állítasz elő, most lehet, hogy ez fotótechnológia, nem a legjobb kifejezés, de egy negatívot állítasz elő, ahol kontúrokat tudsz létrehozni, és el tudod különíteni az objektumot, amit azonosítani akarsz a többi dologtól, háttértől. Ugye minél nehezebb a feladat, hogyha egy nagy városi utcaképet fotózok le, akkor már eléggé problémás a dolog. Egyszerűbb, hogyha a legegyszerűbb feladatoknál, hogyha a fehér hátterem van,